A koronavírus világszerte így Magyarországon is a turizmust és a vendéglátást érintette a legérzékenyebben. Egy nemrég készült felmérés alapján a magyarok azonban nem tettek le a nyaralási szándékukról, és a legtöbben inkább belföldön töltik majd nyári szabadságukat. Ezzel most nem csak maguknak szerezhetnek felejthetetlen élményeket, hanem a hazai turisztikai ágazatban dolgozó embereket is támogatják. A belföldi nyaralások száma azért is nőtt jelentősen, mert a magyarok járvány szempontjából biztonságosabbnak érzik a hazai kikapcsolódási lehetőségeket. Ugyanakkor idén is sokan választanak külföldi úti célt. A legutóbbi információk szerint július 1-től már közvetlen charterjáratok is indulnak a tengerparti üdülőhelyekre, ezek után is egyre többen érdeklődnek. A régi foglalások nagy részét lemondták az utasok, illetve vannak a bátrabbak, akik vagy később időpontra átrakták, vagy ugye utalványt kértek, amit bármikor, akár az idén, akár jövőre felhasználhatnak. Talán ami fontosabb még, hogy ugye az a legfontosabb nekünk, hogy várjuk a magyar kormány részéről a nyitottságot, hiszen addig, míg külföldre már utazhatunk nagyon sok ország, úgyhogy nem kell se teszt, semmilyen igazolás, semmi, addig még, hogyha valaki most kell útra, akkor még hazaérkezve 2 hét karantén várja Magyarországon. Tehát ahhoz, hogy turizmusról beszéljünk, ugye ahhoz el kell indulni sok embernek, és annak viszont az kell, hogy amikor hazajönnek, akkor ne várja őket itthon a 2 hét karantén. Tehát csak akkor fog megindulni a turizmus. Árak tekintetében ez felemás helyzetet szül a legkedveltebb görögországi és a hazai vendéglátósoknál, mondta el híradónknak Bicsérdi Rita. Olyan nagy mértékben Görögországban nem változtak az árak. Itthon már ezt nem lehet annyira elmondani, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a forint árfolyam azért az eléggé megugrott, ugye egy január-februári árfolyamhoz képest. Úgyhogy itthon talán most még az elején egy kicsit magasabb árakkal számolhatunk, viszont ugye ez attól függ, hogy milyen akciók lesznek, hogy mennyi lesz az utazási kedv, az utazási hajlandóság, mert hogyha ez nagy lesz, ugye és telítődnek a charterjáratok, hiszen lényegesen kevesebb charter fog indulni, így Debrecenből is például megszűnik az idei tervezett Zakinthosz és Kefalónia, ami azt gondolom, hogy a mi régiónknak azért ez egy elég nagy hátrány lesz. Tehát aki most szeretne utazni Görögszigetre, mindenféleképpen Budapestről kell, hogy utazzon. És emiatt azt gondolom, hogy ha sokan utaznak, akkor ugye kevés a hely, kevés a kapacitás, nem lesznek alacsony árak, nem lesz sok akció, viszont hogyha kevesen fognak utazni, akkor nyilván akciózni fognak az irodák, hiszen el kell adni azokat a helyeket, amik most lekötésre kerülnek. A szakemberek szerint a jelenlegi helyzet miatt a nyaralási időszak most jelentősen kitolódik. Sokan szeptember végére, október elejére tették át a charterjáratos foglalásaikat. Az egyéni autós vagy buszos utazások csúcsidőszakának a vége az előrejelzések szerint október végére várható.